Energetikai beruházások. Mintegy 1 milliárd forintból 21 közintézményt újít fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal 2017. augusztusáig. Elindult a fűtési szezon. Kéménytűz, füst és szénmonoxid mérgezés. A szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják ilyen esetekhez a katasztrófavédelem egységeit. Megtakarítási forma. Egyre népszerűbb az egészségpénztári kártyák használata. Jelenleg gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vásárlására használható. Mintegy 1 milliárd forintból 21 közintézményt újít fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal 2017. augusztusáig. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az energetikai beruházás során külső hőszigetelést kapnak az épületek, de nyilázzáró cserék és napelemes rendszer kiépítése is a tervek között szerepel. A kormány döntése alapján minden megye 1 milliárd forintos keretösszeget kap, de a környezeti és energiahatékonysági operatív program forrásából ilyen fejlesztésekre. Régi ablakok, leszakadt burkolat. Így néz ki a népegészségügyi főosztály Árok utcai épülete Nyíregyházán. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően ez az egyik a 21 épület közül, amely nem sokára megújul a megyében. Nagyon fontos az is, hogy a külső szigetelés megtörténik, de van olyan része ennek az épületnek, ami hozzáépített a régihez, és ennek gyakorlatilag a korszerűsítésében benne van magának a légkondicionáló berendezésnek is a rendbetétele. De ugyanakkor itt sok minden fog zajlani, tehát a hőszigetelés kívülről, ugye a képészeti munkák, amik belülről, de födémcsere, sőt elvileg napelemes rendszer is beépítésre kerül, aminek nagyon örülünk. A kormányhivatal Egyház utcai épületén már elkezdődtek a munkálatok. Hasonlóan a többi beruházáshoz, itt is külső és belső fejlesztés egyaránt a tervek között szerepel. Itt akár már év végére végezhetnek a szakemberek, de a megye további 20 intézményénél legkésőbb jövő év augusztusa a vállalt határidő. Bogáti János, a megyei kormányhivatal főigazgatója az államigazgatási kollégium ülésén kiemelte, az erre a célra beadott pályázatot rekordidő alatt, mindössze 7 nap alatt elfogadták még idén augusztusban. A keretösszeget már átutalták a kormányhivatal számlájára, ezért is kezdődött már el a felújítás egyes intézményeknél. Nem csak Nyíregyházán, többek között Kisvárdán, Csengerben és Baktalórendházán is lesz energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal középületeiben. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy természetesen újabb források felkutatásával, újabb pályázati lehetőségekkel éljünk, és a kormányhivatal dolgozóinak elhelyezési munkakörülményeit 21. századi szintre emeljük ott, ahol szükséges. És hát természetesen gondolkodunk és megvalósítunk más forrásokból, ezek alapjában hazai források lesznek, járási hivatalok korszerűsítését, illetve építését Fehérgyarmaton, Mátészfalkán, Nyírbátorban. Nem csak a KEHOB beruházásról számoltak be az ülésen, hanem a terület és település fejlesztési operatív program jelenlegi állásáról is. Most már ott tartunk, hogy a pályázatok beadásra kerültek, a pályázatok értékelése folyamatban van, a döntés előkészítő bizottságok azok lassan elkezdik a munkájukat, ami azt eredményezi majd, hogy megszületnek majd a topos felhívásokban a döntések, ami azt hiszem, hogy a pályázók nagy-nagy örömére előbb-utóbb most már elindulhatnak majd a támogatási szerződéseknek is az aláírása is, amelyet már gondolom mindenki nagyon vár. Mi ennek a folyamatnak vagyunk a generálói, és igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy ez a folyamat a lehető leggyorsabban, és pontosan a pályázók igényeit és szempontjait figyelembe véve valósuljon meg. A jelenleg indult KEHOB-os beruházásra összesen mintegy 1 milliárd forintot költ a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A fejlesztésekre 100%-ban biztosított a forrás. Kéménytűz, füst és szénmonoxid mérgezés. A fűtési szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják ilyen esetekhez a katasztrófa védelem egységeit. A szervezet megyei szóvivője televíziónknak elmondta, a térségben idén nem volt még szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos haláleset. Ez annak is köszönhető, hogy sokan vásárolnak jelzőberendezést otthonukba.
Bár hivatalosan október 15-én kezdődik a fűtési szezon, a hűvösebb idő miatt már szinte mindenhol beindították a tüzelőfűtő berendezéseket. A legfontosabb, hogy kifogástalan műszaki állapotban legyenek és megfelelő körülmények között használjuk azokat. Több olyan tűzeset is történt az elmúlt időszakban, amikor a vegyes tüzelési kazán mellett tárolták például a tüzelőanyagot, egy kipattanó szikra hamar lángra lobbant egy-egy családi házat. Szilveszter éjszaka például egy 300 négyzetméteres családi ház égett le. Júliustól már a lakossági kéményseprés is a katasztrófavédelemhez tartozik, a kéménysepréssel foglalkozó társaságok pedig csak a cégekért, közintézményekért felelnek, tájékoztatott a kéményseprőipari Kft. Ügyvezetője. Valkú Attila kiemelte, maga a szolgáltatás is változott. A szolgáltatások annyiban csökkentek, hogy a gázkéményeknél csak két évente egyszer kell ellenőriztetni a kéményeket, a vegyes tüzelési kéményeknél pedig évente egyszer. A fűtési szezonban sokan félnek a szénmonoxid mérgezéstől, hiszen az halálos kimenetelű is lehet, azonban egyre többen vásárolnak jelzőberendezést otthonukba, ezért kevesebb a halálos szénmonoxid mérgezés. Az elmúlt fűtési szezon is rámutatott arra, hogy a lakosság a szénmonoxid érzékelőnek köszönhetően csak kisebb vagy minimális balesetet szenvedett a megyei szinten, hiszen ezek a jelzők készülékek időben jeleztek, így életeket tudtak megmenteni. Viszont kisebb sérülések voltak. Volt úgy, hogy 4-5 fő is tartózkodott egy ingatlanba, amikor bejelzett ez a szénmonoxid érzékelő. Rosszul létre panaszkodtak, így az életüket meg tudták menteni, hiszen vagy a szomszédok segítségével, vagy akár saját lábukon el tudták hagyni a szénmonoxiddal telítődött helységet. A szakemberek azonban már komolyabb mérőeszközöket használnak egy-egy ellenőrzéskor. Mi is ez a szerkezet? Tehát ez egy füstgázelemző műszer. Arra szolgál, hogy az átégéstörű kazánoknál, vagy átégéstörű kazánnál is meg lehet mérni a füstgáz összetételét, a szénmonoxid tartalmat benne, a nyomást a kéményben, ezzel akár húzatot is lehet mérni, vagy pedig a kémény tömörségét lehet vizsgálni. A Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megtalálható a biztonságos vizsgált jó minőségű érzékelők listája. Éjszaka hordta le egy föld alatti bunkerbe az adózatlan cigarettát egy férfi Tiszabecsen. A pénzügyőrök már régóta figyelték a csempészt. Egy éjszakai járőrözéskor gyanús mozgást észleltek a családi háza udvarán, így átvizsgálták a területet. Az udvaron egy föld alatt kialakított falazott üreget fedeztek fel, amelyben több mint 35 ezer doboz, 40 millió forint értékű magyar adójegy nélküli cigarettát találtak. A férfi éjszakánként hordta le a föld alatti helyiségbe a dohányárut, amelynek eredetét nem tudta igazolni. A pénzügyőrök a 40 millió forint értékű adózatlan cigarettát lefoglalták, és a férfi ellen orgazdaság elkövetése miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Egyre népszerűbb az egészségpénztári kártyák használata a megyében is. Ha valaki maga gyűjti a megtakarításait egyéni számláján, a befizetés 20%-át, de évente maximum 150 ezer forintot visszakaphat a befizetett adójából. Jelenleg gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vásárlására használható a kártya, de a tervek szerint hamarosan étrendkiegészítőket is lehet vele fizetni. Az idén életbe lépett törvénymódosításnak köszönhetően több egészségpénztár is palettájára vette az önsegélyezést. A kasszákban akár éveken át lehet gyűjtögetni a pénzt, amit időközben szükség esetén bármikor fel is lehet használni. A szakértők szerint nincs még egy olyan megtakarítási forma, ami ennyire rugalmasan és széles körűen használható, miközben az elérhető adókedvezmény is itt a legmagasabb. Úgy tűnik, hogy ezt egyre többen ismerik fel. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén az első fél évben összesen 34 ezeren léptek be újonnan az egészségpénztárakba. Az MNB statisztikája szerint 2015-ben valamivel több mint 1 millió egészségpénztári tag volt, akik összesen közel 50 milliárd forinttal növelték egyéni számlájukat, míg a munkáltatói befizetések 31,2 milliárd forintra rúgtak. Az egészségpénztári kártyák használata térségünkben is egyre népszerűbb, közölte 35 perc című műsorunkban a Megyei Gyógyszerészi Kamara elnöke. Gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, orvostechnikai eszközre
felhasználhatók. Ugye hát egyre népszerűbbek az étrendkiegészítők, azra sajnos ma még nem, de hát az a célunk, hogy erre is kiterjedjen a felhasználhatósága. Van erre lehetőség a gyógyszerészkamarának, hogy ebbe az irányba próbálja elősegíteni a folyamatot? Hát reméljük, hogy igen, hiszen már meg is tettük az első lépést, az Egészségpénztári Szövetséggel egy együttműködési szerződést kötöttünk, és közösen kezdeményezünk ennek a egészségpénztárnak a kártyák elfogadásának a módosítását a minisztériumban. A Magyar Gyógyszerészi Kamara adatai szerint jelenleg a patika forgalom 6-8%-a származik egészségpénztári kártyás vásárlásokból. A kafetéria rendszer jövő évi változása jobb esetben 10 milliárdos, rosszabb esetben pedig 20 milliárdos kiesést hozhat a gyógyszertárakban. Ezt a kedvezőtlen hatást próbálják ellensúlyozni az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének javaslatával, amelyben az egészségpénztári kártyákkal vásárolható termékköröket szeretnék kiszélesíteni. Ennek célja, hogy a garantált minőségű étrendkiegészítők bevonásával és a termék szerinti elszámolás helyett az egészségügyi szolgáltatóval történő elszámolásra váltással növelnék a gyógyszertári forgalmat. Tavaly nyert, és idén is indult a Nyíregyházi Egyetem az Országos Felsőoktatási Bíradó versenyen. Az előző évben kategóriája első helyezését érte el, tehát az 1000 és 10 000 fős hallgatói létszámmal rendelkező intézmények között a hallgatók mintegy 14%-a adott vért. A diákokat, oktatókat, dolgozókat egyaránt az Egyetem B tanulmányi épületének bejáratánál várják a Vöröskereszt munkatársai. A véradás kedden, szerdán és csütörtökön is folyamatos. Szerdán délelőtt 10-től délután 3-ig, csütörtökön szintén délelőtt 10 órától egészen délután 4-ig. Az orosz-finn téli háborút bemutató kiállítás nyílt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bejutott a kadett korcsoportos fiú kosárlabda bajnokság kiemelt alapszakaszába a Nyíregyházi Sportcentrum csapata. A Bocskó Ádám által irányított együttes szerdán a MAFC otthonában lép pályára, szombaton pedig a budapesti honvédot fogadja az U16-os gárda. Bár legutóbb hazai pályán 2 pontot vesztett a Tuzsér ellen, továbbra is az újonc Balkány áll a labdarúgó megyei első osztály tabellájának élén. Mirgai László együttese vasárnap a 3. helyezett Rakamaz otthonában lép pályára. Minusz 30 fokban, zord körülmények között Finnország megmaradásáért harcoltak a katonák a szovjetek ellen 1939-ben. Az orosz-finn téli háborút bemutató kiállítás nyílt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. 32 eredeti fotón keresztül ismerhetik meg a látogatók a hónapokon át tartó ütközetet és a hátország akkori mindennapjait. Az ingyenes tárlat november végéig marad Nyíregyházán. A kiállítás képein is látszik, hogy a nőknek is fontos szerepük volt a finn-szovjet téli háborúban. A férfiak mellett részt vettek például a megfigyelésekben és a légvédelemben is. A finneket váratlanul érte a szovjet csapatok támadása 1939. november 30-án, amely a következő év márciusáig tartott. 32 eredeti felvételen keresztül ismerhetik most meg ezt a csatát az érdeklődők a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Finnország magyarországi nagykövetségéről kaptuk ezt a vándorkiállítást, és november 30-áig van Nyíregyházán. Ez a kiállítás itt a könyvtárban október 21-ig látogatható. A többi időben, hogyha sikerül talán befogadó intézményt, akkor szívesen rendelkezésre bocsátjuk a rendezőszerveknek. A téli háborúba betekinthetünk néhány felvételen, harctéri felvételek, hátországi felvételek és a mindennapok életéből villanásszerű képeket láthatunk. Ahogy eljutott a háború híre Magyarországra, hazánkban megkezdődött az önkéntesek toborzása, a távolság azonban megnehezítette a katonák eljutását Finnországba. Amiatt ez lehetetlenség volt az, hogy Lengyelországot ekkora már elfoglalták a németek, a balti államokat a szovjetek, tehát gyakorlatilag csak egy óriási nyugat-európai kerülővel tudtak eljutni a magyar katonák, de innen Nyíregyházáról is, illetve Tokajból még a környékünkről mentek önkéntesek, akik később bár nem értek oda a téli háború végére, de a folytatólagos háborúban a finnek oldalán részt vettek és harcoltak. Úgyhogy Nyíregyházáról Csutka Jenő volt az, aki részt vett ebben a harcokban.
illetve Tokajból volt egy fintestvérpár. A finnek szerény felfegyverkezése körülbelül 100 éves lemaradást mutatott a szovjetekkel szemben, azonban más területeken több előnyük is volt. Nem volt számukra ismeretlen a téli erdei harc, tudtak síelni és ismerték a terepet, de mégis elvesztették a harcot a megszállókkal szemben. A tárlatfotói más háborús kiállítással szemben erőszakmentesen, a hátországi állapotokkal egyaránt bemutatva ismerteti a finn-szovjet téli csatát. Bejutott a kadett korcsoportos fiú kosárlabda bajnokság kiemelt alapszakaszába a Nyíregyházi Sportcentrum csapata. A Bockó Ádám által irányított együttes szerdán a MAFC otthonában lép pályára, szombaton pedig a budapesti Honvédot fogadja az U16-os gárda. A legutóbbi szezonban a kadett korosztály debreceni döntőjében ezüstérmet szerzett a nyíregyházi együttes, amely alaposan átalakult a nyári szünetben. A második helyen végző csapatból mindössze 5 2001-es születési kosaras maradt, hozzájuk csatlakozott 15 új, zömében 2002-es születési fiatal, így a továbbra is Bockó Ádám által irányított együttesben többségben vannak az első éves kadettek. A csapat kétforduló selejtező sorozattal kezdte a szezont. Az első körben Szombathelyen a hazaiakat és a Hódmezővásárhelyt is legyőzték a nyíregyháziak, mellette vereséget szenvedtek a budapesti Honvédtól. A második fordulóban Sopronban a Zalaegerszeggel szemben alul maradtak a Bockó tanítványok, viszont a Kiskunfélegyházát és a Sopront magabiztosan verték, így bejutottak a kiemelt alapszakaszba. Nehéz megjósolni, hogy idén mire fog ez a csapat jutni, mert még egyszer mondom, hogy zömében 2002-esek alkotják a csapatot, egy 2001-es mezőnyben ez az egy év, ez nagyon-nagyon sokat számít, és kérdés, hogy fizikálisan hogy fogjuk bírni ezt a versenysorozatot. Itt is hiány a magas center, úgyhogy próbáljuk ezt különböző taktikai megoldásokkal áthidalni, de úgy gondolom, hogy jól dolgoznak a fiúk, és mérkőzésről mérkőzésre egyre jobbak leszünk. A legutóbb ezüstérmes csapat tagja volt Bolden Imánuel, aki meghatározó játékosa az U16-os együttesnek. A kosaras a selejtező 6 meccsét 20 pontos átlaggal zárta. Jó a csapat, csak kicsit fiatal, az nem baj, de tudunk fejlődni. Minden jobb teljesítményt próbálunk csinálni ebben az évben. A nyíregyháziak a keleti ágon folytatják a bajnokságot. 14 meccset követően a nyugati 8-assal egyesülve alsó, illetve felsőháza válik szét a mezőny. Szerdán a MAFC otthonában lépnek pályára Boldenék, szombaton pedig a budapesti Honvédot fogadja Bockó Ádám együttese. Bár legutóbb hazai pályán 2 pontot vesztett a Tuzsér ellen, továbbra is az újonc Balkány áll a labdarúgó megyei első osztály tabellájának élén. Mirgai László együttese vasárnap a 3. helyezett Rakam az otthonában lép pályára. 9 fordulót követően a balkányi futballcsapat vezeti a megyei első osztály tabelláját. Mirgai László együttese 3 győztes meccset követően a 4. fordulóban Nyírgyulajban vesztett 2 pontot, majd újabb 4 meccset nyertek meg Bogdanovicsék. Az elmúlt hétvégén hazai pályán a Tuzsérral gól nélküli döntetlent játszott a Balkány, de 2 pontot így is meg tudott őrizni előnyéből a Nagyecseddel szemben az újonc, amely edzője szerint eddig várakozáson felüli teljesítményt nyújt a bajnokságban. Veretlenek vagyunk még, de azt el kell mondani, hogy senki nem várhatja azt, hogy minden meccset meg fogunk nyerni. Én azt gondolom, hogy erőn felül teljesített a csapat, és azt gondolom, hogy a közönség is elégedett velünk. Természetesen voltak gyengébb meccseink, de hál' Istennek azokat is le tudtuk hozni. Szerintem erőn felül teljesítünk. A 10. fordulóban ahhoz a Rakamaszhoz látogat a Balkány, amely a tavaly végig nagy csatát vívott a megyei másodosztályban. A szintén újonc tiszapartiak a 3. helyen állnak a tabellán. Rakamasz jó csapat, tudja mindenki, hogy a Madani Nagy Gyuri jó munkát végez Rakamazon. Megye 2-be is összecsaptunk, ott is nagyon jó mérkőzés volt, sok néző előtt. Azt gondolom, hogy most is izgalmas, jó mérkőzés lesz, hiszen egy játékos csapathoz megyünk. Mi is próbáljuk játszani a játékot, tehát izgalmas mérkőzés lesz, szerintem a nézők jól fognak szórakozni. Hát tőlünk már egy 65 fős busz megtelt, és hát sokan kocsikkal is jönnek, tehát olyan 100 ember biztos Balkányból el fog jönni, úgyhogy izgalmas rangadó lesz. A 10. forduló további párosítása a következő: Nagyecsed Sényő, Tuzsér Nyírgyulaj, Tiszavasvári Máté Szalka, Mándok Ibrány, Nagyhalász Baktolórendháza, Gyulaháza Vásárosnamény és Szakóly Fehérgyarmat.
Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Mintegy 1 milliárd forintból 21 közintézményt újít fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal 2017. augusztusáig. Az energetikai beruházás során külső hőszigetelést kapnak az épületek, de nyílászárócserék és napelemes rendszer kiépítése is a tervek között szerepel. A kormány döntése alapján minden megye 1 milliárd forintos keretösszeget kap a környezeti és energiahatékonysági operatív program forrásából ilyen fejlesztésekre. Kéménytűz, füst és szénmonoxid mérgezés. A fűtési szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják ilyen esetekhez a katasztrófa védelem egységeit. A szervezet megyei szóvivője televíziónknak elmondta, a térségben idén nem volt még szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos haláleset. Ez annak is köszönhető, hogy sokan vásárolnak jelzőberendezést otthonukba. Egyre népszerűbb az egészségpénztári kártyák használata a megyében is. Ha valaki maga gyűjti a megtakarításait egyéni számláján, a befizetés 20%-át, de évente maximum 150 ezer forintot visszakaphat a befizetett adójából. Jelenleg gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök vásárlására használható a kártya, de a tervek szerint hamarosan étrendkiegészítőket is lehet vele fizetni. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért, addig is böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós, esős időre számíthatunk. Továbbra is a hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Nedves, enyhe léghullámok érkeznek fölénk. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, eső, zápor várható. Az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, ismétlődő eső várható. Az északi szél időnként megélénkül, délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Változékony idő várható a következő napokban, csütörtökön átmenetileg szárazabb levegő éri el térségünket, emiatt több napsütésben lesz részünk és melegszik az idő. A hétvégén egy újabb mediterrán ciklon hatására felhősebb idő várható újabb esővel. Vasárnap és a jövő hét elején ismét naposabb, de hűvös időnk lesz. Ezekben a napokban rohamosan rövidülnek a nappalok, nagyjából 3 percet minden egyes nap.